Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Már említettem, hogy az anyukám 2002-ben halt meg, a Biblia, a Jóisten, a hit adott erőt számomra. Aztán hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és a nyaklánc kimozdult, mint egy inga bizonyos szavaknál. És egy időben voltak gondolatok, ami nem tőlem jött, hanem kaptam ezeket a gondolatokat, és így a szöveg a Bibliából, ezek a gondolatok kívülről választ adtak a kérdéseimre, és ezt a forrást még mindig használom, hiszen így kapok üzeneteket. Az utóbbi napokban jönnek képekben is üzenetek. Ezt nem tudtam befolyásolni, ez úgy magától jött. Nem az álomban, hanem ha becsukom a szememet, ha érzem a belső nyugalmat, akkor kapok egy képet, mint egy képes lap, és megpróbálom ezeket a képeket így megérteni, hogy mi az üzenet. Úgy érzem, ezek a képek nem csak nekem szólnak, hanem nektek is. A mai üzeneten volt egy férfi, úgy 40-50 éves körüli férfi, ült egy széken, és nagyon szomorú volt. Érezhető volt, hogy vannak problémák, különösen ami az anyagiakat illeti, én így gondoltam, hiszen a szék mellett, a férfi mellett ott volt egy halom pénz, de ez a férfi nem vette észre, nem látta, hogy ott van mellette a pénz. Én úgy gondolom, hogy vagy nálad, vagy valakinél a környezetedben vannak anyagi gondok, és ez a férfi töpreng valami felett, nem veszi észre, hogy ott vannak mellette az értékek, vagy a nyeremény. Erre kellene odafigyelni, legalábbis így értelmeztem a mai üzenetet. És mi az üzenet a Bibliából? Ezt is megtekintjük, hiszen kinyitom a Bibliát, használom a nyakláncomat, és meglátjuk, hogy mit üzen ez a forrás számunkra. Van egy fontos feladat számodra, amit intézned kell. Hamarosan lesz egy fontos találkozás. Ami az országot illeti és a népet, a nép nagyon-nagyon szorgalmas. Vannak fontos találkozások és szerződések, ami a kormányt, ami a politikát illeti, és a gazdasági helyzet javulni fog. Az országban a vallás és a hit nagyon erős.
Az ország nem akar részt venni ebben a háborúban. A kormány békét akar és keres kapcsolatokat más népekkel, más országokkal. A kormány segíteni fog abban, hogy legyen békeszerződés. A kormány szeretne az országban valamit kiépíteni. A múlt és a gyökerek azok egy nagy szerepet játszanak. Én úgy gondolom, itt a tradíciónáról van szó. A családi kapcsolat fontos, erről a kormány mindig beszámol. Az országban nagyon sok változás lesz. És megvan a segítség, mert a jó Isten segíteni fog. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!